perché questo è questo qui la terra, Cézár 5-ára Erdődin úr mondta itt el, hogy milyen salátát és hogyan készítettek el a 19. alkalommal megrendezett egészségesen éld az életed elnevezésű rendezvényen az Erkel gimnáziumban. Az egésznapos rendezvény egyik része volt a saláta készítés, melyre már napokkal ezelőtt megkezdték a felkészülést a gyerekek. Szerintem ez egy nagyon jó nap, mert összekovácsolja a csapatot is, az osztályt is, és nagyon örülök, hogy részt vettem az első salátnapomon. A salátákat saját recept szerint készítették el a gyerekek, minden évben egy adott témához kapcsolódva, amit miután az ítészek lezsűriztek, közösen fogyasztottak el. Minden évben tematikus versenyek vannak, most a saláta készítésben például Cézár és Kora volt a cím, de remélhetőleg sokan rájöttek, hogy ez nem Julius Cézáról kapta a nevét, hanem egy kicsit későbbi olasz Amerikába kivándorolt saláta készítőről van szó, és ennek megfelelően a dizájnt is úgy tudták megoldani, kipakolják az asztalokra, és aztán jön a zsűri és kóstol. A saláta készítés mellett sorversenyeken is megmérethették magukat a gyerekek, és a környezetvédelemhez kapcsolódva különböző kreatív alkotásokat készíthettek el újrahasznosítható alapanyagokból. Nagyon fontos az egészséges élet szempontjából a mozgás. Váltó versenyen vettek részt az osztályok, 8 fős csapatokkal, de igyekeztünk kedvezni azoknak a diákoknak is, akik inkább kreatívabbak, és a hulladék újrahasznosításával kapcsolatban szemétszobrot kellett nekik készíteniük, vagy plakátot készíthettek, amelyben felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, hiszen ez is hozzátartozik az egészséges élethez. A salátanapon a diákok előadásokat is meghallgathattak a drog, az alkohol és a cigaretta ártalmairól, valamint a védőoltások fontosságáról, és egy egészségtotót is kitölthettek.